Változások a szociális szférában. Kiszélesítik a gyedextrát, emelik a gyermekekkel foglalkozók bérét, valamint a 65 év felettiek általános biztonságáról is gondoskodik a kormány a jövőben. Mézes reggeli. A méz készítéssel és a méhészet alapjaival ismerkedhettek meg a gyerekek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8 általános iskolájában. Kultúra határok nélkül. Több mint 150 ezer eurós közös Európai Uniós pályázatot ad be 4 ország, 4 városa Nyíregyháza vezetésével. Több bővítést is bevezet a kormány jövő évtől a szociális helyzet javítása érdekében. Ezek a változások a kisgyermekes családokat és az időseket érintik majd, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának két államtitkára. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Kiszélesítik a gyedextrát, emelik a gyermekekkel foglalkozók bérét, valamint a 65 év felettiek általános biztonságáról is gondoskodnak majd a jövőben. A 2014-ben bevezetett GYED Extra lehetővé tette, hogy munka mellett is kapjanak családtámogatást a kisgyermekes családok. Ezt eddig a gyerek egy éves korától lehetett igényelni, 2016. január 1-től azonban már a gyermek fél éves korától jár a családoknak, olvasható a kormány.hu-n. Novák államtitkár asszony jelentettük be, illetve hát miután a családtámogatási rendszer, ez a családpolitika államtitkárság felügyelete alá koordinációra tartozik, ezt ő jelentette be. Ez egy fontos eleme volt szintén a mostani rendelkezéseknek, a mostani bejelentéseknek. Ez a bővítés és ez a kiterjesztés, a harmadik hatos eleme pedig a napközbeni gyermekellátásnak a differenciálása volt. A kormány jövőre már az iskolai szünetekben is biztosítja az étkezést a rászorulók részére, erről Cibere Károly tájékoztatta szerkesztőségünket. Ezen túl a gyermekekkel foglalkozó bölcsődei diplomás nevelők bére is jelentősen változhat. Egy másik fontos döntése volt a kormánynak, hogy a kisgyermekek napközbeni ellátásában, tehát a bölcsődében dolgozó diplomás kisgyermek nevelőket beemelte a pedagógus életpályába, illetve erre teszünk most javaslatot. Ez azt jelenti, hogy 2016. január 1-től a bölcsődei kisgyermek nevelők is a pedagógus életpálya részévé válnak, ezáltal magasabb fizetés fogja megilletni őket. Ez adott esetben egy bölcsődei kisgyermek nevelő esetében 40-60 ezer forintos többletjövedelmet is jelenthet havonta. A kisgyerekes szülőkön és családokon túl az idős emberek életszínvonalának emelése is fontos kérdés, jelentette ki a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, majd azt is hozzátette, az anyagi biztonság érdekében az elmúlt években infláció felett emelkedtek a nyugdíjak. A nyugdíjból szerzett jövedelem a legfontosabb tényezője a Magyarországon az idősek jövedelmi biztonságának és anyagi biztonságának. Ebben sikerült előre lépni, miután a nyugdíjak minden évben infláció felett emelkedtek. A kutatási adatok, a KSH legutóbbi adatai azt mutatták, hogy például a szegénység megelőzésében is fontos a nyugdíj szerepe, hiszen az átlagos országos szegénységi rátának a harmada 4,5% között van az idősek között a jövedelmi szegénységi ráta. Ez is azt mutatja, hogy a nyugdíjrendszer eredményesen akadályozza meg az időskori elszegényezést, és az időskori jövedelmi biztonságot garantálja. Emellett, a jövedelmi garancia mellett fontos a szolgáltatási garancia is, hiszen az időseknek nem csak az a problémájuk, hogy esetleg nem tudnak jövedelemtermelő munkát végezni, és ezért nincs elég jövedelmük, hanem az is, hogy mondjuk a gondozási, ápolási nehézségeik vannak. A szociális biztonság mellett egy általános biztonságot is meg kell teremteni az idős korosztály számára, válaszolt a kérdésünkre Cibere Károly. Ennek megvalósításáért a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szeretnék bevezetni minél több, főleg egyedül és falvakban élő idős ember háztartásában. Ezzel a szolgáltatással a nap 24 órájában tudnak segélyhívást indítani a diszpécser központok felé. Jelenleg 21 ezer készülék működik országszerte. A KSH adatai szerint azonban a magyar lakosság több mint 16%-a 65 év feletti. A következő hónapokban azon dolgoznak a szakemberek, hogy 2017-re széles körben elérhető legyen a készülék.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén 8 iskola csatlakozott a mézes reggeli programhoz. Az európai kezdeményezés lényege, hogy az egészséges táplálkozást népszerűsítse az általános iskolás gyerekek körében, és megismertesse velük a mézkészítés és a méhészet alapjait. A rendezvényen elhangzott, hogy ez évben mind a méz minőségével, mind a mennyiségével elégedettek lehetnek a méhészek. A rendezvény hazai elindítását a szlovén mézes reggeli kezdeményezés 8 éves gyakorlata adta, amit mára európai mézes reggeli néven több uniós tagország is átvett. Az elmúlt évben a Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közös felhívására összesen 67 hazai helyszínen csatlakoztak a programhoz. Idén a 8 megyebeli helyszín egyike a nyíregyházi Bárci volt. Első alkalommal kapcsolódtunk be az iskolánkkal és a gyerekekkel ebbe a programba, a mézes reggeli programba. Az interneten láttuk ezt a lehetőséget, és úgy gondoltuk, hogy az iskolának fő célkitűzése, hogy az egészséges életmódra nevelje a gyerekeinket, akik kicsit szociálisan háttérbe szorulnak a többi általános iskolás gyerekek között, és ezért gondoltuk úgy, hogy közelebb hozzuk nekik, hogy megértsék azt, hogy végül is az egészséges táplálkozásnak milyen fontos szerepe van, és hogy végül is hogy készül a méz, mert hogy ezt tankönyvből, vagy hogy kerül az asztalunkra a méz, mert ezt tankönyvből elég nehéz megvalósítani. Úgyhogy mi ezt az egész napot erre, ennek a napnak szenteljük, az Európa mézes reggeli programba kapcsolódunk be. A vitaminban gazdag hazai mézet közvetlenül a termelőktől érdemes megvásárolni. Ezek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, mondta el a reggeli egyik szervezője, Mányik Gabriella. A Nyíregyházi Méhészek Egyesületének gazdasági vezetője hozzátette, elégedettek az idei méztermelés minőségével és mennyiségével. Én úgy gondolom, hogy az idén ez a térség nem panaszkodhat. A méztermelésre fő méztermelése ennek a vidéknek az akác méztermelése, és úgy gondolom, hogy jó évet zártunk, csak sajnos a mézhamisítással befolyásolták a termelők és a méhészek, az igaz méhészek életét, mert azzal, hogy hamisított mézzel árasztják el a piacot, és főleg a boltokban veszik meg az emberek a mézet, ezzel a termelői méz háttérbe szorult, és nem tudják a fogyasztók, hogy nem igazi és nem eredeti mézet vehetnek és tehetnek az asztalukra. Mányik Gabriella elmondta, a tudósok egybehangzó véleménye szerint a méhek alapvető fontosságúak a földi élethez, nélkülük ugyanis nem lennének beporozva a növények, és néhány éven belül éhen halna az emberiség. 319 ezeren összesen 197 milliárd forinttal tartoztak a diákhitel miatt az 5 évvel ezelőtti adatok szerint. A helyzet azóta csak romlott, mondta nyíregyházi tájékoztatóján a Jobbikos Földi István. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat képviselője szerint a diákhitellel röghöz és csődhöz kötik a magyar fiatalokat, akik akár életük végéig törleszthetik adósságukat. A Jobbiknak a véleménye és álláspontja erről az, hogy a kormányoknak a hibája ez lényegében, és hogy még többet kellene foglalkozni a jövő nemzedékével. A Jobbik azt mondja, hogy az államilag támogatott hallgatóknak a létszámát kellene növelni, nagyobb lehetőséget adni nekik. A másik az, hogy különböző ösztöndíjakkal, szociális támogatásokkal, ezeknek a növelésével kellene támogatni a hallgatókat, valamint a jegyzett támogatással. Több mint 150 ezer eurós közös Európai Uniós pályázatot ad be négy ország, négy városa Nyíregyháza vezetésével. A kulturális együttműködés a 150 éves közép-európai polgár elnevezést kapta, utalva ezzel a négy település közös múltjára és kultúrájára. A programban Nyíregyháza mellett a szlovákiai Eperjes, a romániai Nagybánya és a lengyel Bielszko Biala vesz részt. Közös brüsszeli pályázatot készít Nyíregyháza három testvérvárosával, Szlovákiából, Eperjes, Romániából, Nagybánya, Lengyelországból pedig Bielszko Biala csatlakozott a jövő évben induló projekthez. A városok képviselői nyíregyházi látogatásukon az együttműködésről egyeztettek, a programban közös kulturális rendezvényeket szeretnének lebonyolítani, de mellette fontosnak tartják az oktatás és az ifjúsági kapcsolatok határon átnyúló lehetőségeinek kihasználását.
Ez a projekt ugye lehetőségekhez mérten 150 és 300 ezer euró között van, mert több szinte szeretnénk pályázatot benyújtani. A projekt az egy lájtos elemmel kezd, és nem is akartunk az elején rögtön egy nagy projektet behozni. Azzal fogunk kezdeni, hogy a sporton, a népzenén, néptáncon, a népi hagyományokon, a gasztronómián, a kiállításokon, a különböző konferenciákon keresztül először ismerjük meg egymást, ismerjük meg egymás szokásait mélyebben, és utána, hogyha ez mind a négy városon keresztül megy és átér, akkor utána terjeszkedjünk tovább nagyobb léptékű projektek felé. A pályázatot márciusban adják be, addig kell kialakítani a projekt részleges bemutatását, kiválasztani a pontos célcsoportot és pozícionálni a városok szerepét. Nyíregyházának már 11 éve testvérvárosa Nagybánya, a település alpolgármestere bízik a további sikeres közös munkában. Ennek a találkozónak lényegében az előkészítése már a Gesszeny ünnepen megtörtént, akkor Ulrik alpolgármester úr már elmondta az elképzelését arról, hogy egy a négy város részvételével egy európai finanszírozású kulturális pályázatot szeretnénk összehozni, mert akkor beleegyeztünk, és megjött a meghívó, és íme itt vagyunk Nyíregyházán. Ebben az évben már 5. alkalommal találkozunk Nyíregyháza vezetőivel, és mind jobban és jobban közeledünk egymáshoz, összemelegedünk, tehát a régen megkötött testvérvárosi szerződés most telik meg igaziból tartalommal. Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc a közös internetes felület létrehozásának fontosságát hangsúlyozta, azt is hozzátette, az ifjúságot a digitális vonalon keresztül lehet megszólítani, és annak segítségével a legegyszerűbb a határokat átívelve megismerni egymást. Szatmár 17 középkori templomát mutatja be a Házadba léphetek című kötet. A könyvről hamarosan bővebben szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Terefere címmel indított beszélgetős műsor sorozatot a Móricz Zsigmond Színház. Az estek házigazdája a pécsi Ildikó Kossuth díjas színművész, aki első alkalommal gimnáziumi osztálytársait kérdezte a színpadon. A listavezető Ibrány 4-1-re legyőzte a Tiszavasvárit, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül Gerlicki Máté együttese zárja az élen az őszi szezont a labdarúgó megyei első osztályban. A forduló rangadóján a Sínyő 2-1-re verte a Nagyecsedet, így a két csapat helyet cserélt a tabellán. Terefere címmel indított beszélgetős műsor sorozatot a Móricz Zsigmond Színház. Az estek házigazdája pécsi Ildikó Kossuth díjas színművész, aki első alkalommal gimnáziumi osztálytársait kérdezte a színpadon. Az est vendége volt a művésznő férje, Szűcs Lajos, olimpiai bajnok labdarúgó is. A nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumtól hosszú út vezetett a Halhatatlanok társulatáig. A hosszú úton számos film és színpadi szerep, rendezés, előadói est jelzi pécsi Ildikó pályáját. A színművész a Móricz Zsigmond Színház műsorában ez alkalommal osztálytársaival emlékezett a gimnázium évekre, tanáraikra, felidézve a régi Nyíregyházához kötődő emlékeket. Pécsi Ildikó örömmel vállalta el a teátrum igazgatójának felkérését. Szerinte egy ilyen találkozás a közönséggel nem jelent kisebb izgalmat, mint egy-egy premier. Úgy van ezzel az ember, ezzel meg különösen, hogy olyan nekem, miután az osztálytársaim elfogadták a meghívásomat, miután ez egy külön druk, miután az, hogy megbeszéltük, hogy hogy vagy ez az egész dolog, szóval egyszerűen egy olyan, mintha egy színházi bemutató lenne, különleges, és drukkolok is nagyon, pedig nem nagyon szoktam drukkolni. A hölgyek a régi történetek elmesélése mellett az egykori díva legnagyobb színpadi és filmsikereit is gyakran emlegették. A műsorban a művésznő kedves dalai, versei is elhangzottak. A színház további terefelélős esteket is tervez majd. Én bízom benne, hogy ebből egy sorozat lesz, de nyilvánvalóan ez az első alkalom, és mindannyian izgulunk, hogy fogadja a közönség. Én azt gondolom, és bízom benne, hogy nagyon fogják szeretni, és amennyiben ez így lesz, akkor egy hosszabb sorozatot szándékozunk. Tehát két havonta szeretnénk egy újabb epizóddal, de mondom, ez attól függ, hogy milyenek lesznek az igények. Én nagyon hiszek benne, és azt gondolom, hogy egy színházban nagyon fontos, hogy ne csak hagyományos színház legyen, hanem mindenféle egyéb ilyen ínyentségek vagy különlegességek is.
A tervek szerint az idei évadban megyei születésű hírességekkel beszélget majd Pécsi Ildikó, aki a Tereferi-házi asszonyaként örömmel tér vissza ifjúsága színhelyére. Nekem mindig minden sikerül. Szatmár 17 középkori templomát mutatja be a Házadba léphetek című kötet. A több mint 100 fotót és rövid ismertetőket tartalmazó könyvet csütörtökön mutatták be a József András Múzeumban. A rendezvényen a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, egy sorozat első részét tarthatja kezében az olvasó. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei között szerepelnek a szatmári középkori templomok. Az imaházakat több film, kiadvány és fotókiállítás is bemutatta már az elmúlt években, most pedig egy nem mindennapi kötet ajánlja az érdeklődők figyelmébe a 17 szatmári templomot. Ugye a cím az árulkodó, az a cím, hogy Házadba léphetek egy, nem véletlen, mert azért azt a hiátust mi is látjuk, hogy nem csak a Szatmárban vannak olyan középkori templomai a megyének, amely egyrészt értékként is meg kell, hogy jelenítődjön, másrészt pedig ilyen könyvalakban is mindenképpen kellene, hogy kapjon valamilyen megjelenési lehetőséget. Úgyhogy az egy az számunkra is egy motiváció, és szeretnénk minden Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középkori templomot értékként is, és a későbbiekben pedig egy ilyen színvonalas kiadványban is megjeleníteni majd. A műemlékeket, középkori templomokat Csutkai Csaba fotóművész örökítette meg, szerinte nem csak a hivatásos fotósokat ihletik meg a gótikus vagy neogótikus épületek. Én úgy hiszem, hogy azok az emberek, akik elmennek ezekre a településekre, vagy a korábban rendbe hozott templomok, mint a Sonkádi templom, vagy a Gyügyei templom, ami köztudott, vagy amennyire remélem köztudott, hogy Európa Nostra díjas kitüntetéssel rendelkező templomai, ennek a fotózásához csak oda kell menni. Nem hiszem, hogy fényképezőgépnek az objektíve letakarva maradna, és úgy menne el onnan bárki. Én hiszem azt, hogy ez nem csak nekem élmény, ez mindenkinek élményt tud adni. A könyv a Bene János Csutkai Csaba szerzőpáros nevéhez fűződik, és több mint 100 fotót, valamint rövid történelmi leírásokat tartalmaz. A listavezető Ibrány 4-1-re legyőzte a Tiszavasvárit, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül Gerlicki Máté együttese zárja az élen az őszi szezont a labdarúgó megyei első osztályban. A forduló rangadóján a Sényő 2-1-re verte a Nagyecsedet, így a két csapat helyet cserélt a tabellán. Egy fordulóval az őszi zárás előtt bebiztosította elsőségét az Ibrány, Gerlicki Máté együttese 4-1-re verte a Tiszavasvárit. A Szakoly 5-1-re győzött a Nyírgyula ellen, a Fehérgyarmat 3-0-ra múlta felül a Nagyhalászt, a Tuzsér pedig a Tiszakanyánál bizonyult jobbnak 3-1-re. A Máté Szalka Kemecsén nyert 2-1-re, a Mándok pedig Baktulóránt házáról vitt el a 3 pontot 3-1-es sikerével. A Tiszalök-Gyulaháza találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. A forduló rangadóján a második helyen álló Nagyecsed a harmadik Sényőhöz lát. A meccset a hazaiak nyerték 2-1-re. Rendkívül nehéz mérkőzésen vagyunk túl, mind a időjárás tekintetében, tehát fújt a szél, esett az eső, csúszott a pálya, nagyon nehéz volt a talaj, illetve hát az ellenfelünk egy nagyon jó, masszív ellenfél volt, hiszen ők voltak a tabellán a másodikok, és ezzel a győzelemmel sikerült őket megelőznünk. Tudtuk, az ellenfelünkről nagyon kevés gólt kapnak, egy rutinos játékosok alkotta keret, úgyhogy nehéz meccsre számítottunk. Ez is történt, de hát hál' Istennek mi nyertünk. Az egész mérkőzésen mi próbáltunk dominálni, ez helyek közel sikerült is, és játékban szerintem felé tudtuk nőni, és több helyzetet alakítottunk ki mi ők. Viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy végén kiállítás követően az utolsó 10 percben beszorultunk a kapunk elé, és ott volt több meleg szituáció. A tabella élén a 35 pontos Ibrányál megelőzve a 29 pontos Sényűt és az egyaránt 28 pontos Szakolyt, valamint Nagyecsedet. A Mándoknak és a Tuzsérnak 25-25, a Nyírgyulajnak, a Máté Szalkának és a Fehérgyarmatnak egyaránt 22 pontja van. A kieső helyeken a 8 pontos Kemecse, a 2 pontos Nagyhalász és az 1 pontos Tiszalök várja az őszi zárófordulót. A párosítás a következő: Tiszavasvári Sényű, Nyírgyulaj Tuzsér, Kemecse Tiszalök, Nagyecsed Szakoly, Gyulaháza Fehérgyarmat, Mándok Ibrány, Nagyhalász Baktalórendháza és Tiszakanyár Máté Szalka. Hét vesztes mérkőzést követően győzött a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Szuperliga 9. fordulójában a Vasasszonyfa csapatához látogatott, és 6-2-es sikerrel távozott az újonctól. Fintáik a 9. helyen állnak a 12 csapatot számláló mezőnyben.
Újonc létére jól szerepel a hazai meccsét Szombathelyen játszó Vasasszonyfa csapata, amely 8 forduló alatt 5 pontot gyűjtött, szemben a 2 ponttal érkező vendégekkel. Az NTK 7 meccses vereség sorozatát szerette volna lezárni, amihez Szlovenszky Tibor pontszerzése adta meg az alaphangot. Ráski János ugyan alul maradt ellenfelével szemben, de a nyíregyháziak jó pozícióból várhatták a folytatást. A középső sor volt talán a kulcsa ennek a mérkőzésnek számunkra, ahol a Szegő Levente csupán egy fával, de hozni tudta a csapatpontot, utolsó dobásokba sikerült maga javára fordítani a mérkőzést, míg mellette a Mogyorósi Péter nagyon rosszul kezdett a hazaiak mostanában legjobb formában lévő játékosával szemben. Rengeteg fát kapott a Péter, viszont a második fél idejében meg olyan szinten visszafordult, hogy már meg is közelítette a ellenfelet. Ekkor már 37 fás hátrányban voltunk, és 2-2-re állt a mérkőzés, viszont már láttuk, hogy a hazaiaknál nem a két legerősebb ember zár, sőt, abszolút sanszunk volt arra, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést a Hakker Dezsővel párban. Végül is az első szedben már megnyerte Dezső is, meg jó magam is a párharcunkat, és már jöttünk fel, már csak 20 fa hátrányunk volt. Azonban a második 30 dobásnál a Hakker Dezső egy fantasztikus nagy hajrát nyitott, és nagyon sok fával megvert az ellenfelét, még én is majdnem további 20 fát hoztam, és ekkor már látszódott, hogy a mérkőzés győztese igazából mi lehetünk. A vendégek végül 3213 fáig jutva 6-2-re megnyerték a találkozót. A tabella élén a 18 pontos Szeged áll, megelőzve a szintén 100%-os Lépcelakot. A nyíregyházi Tekeklub 4 ponttal a 9. helyen várja a Ferencváros jövő hétvégi vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több bővítést is bevezet a kormány jövő évtől a szociális helyzet javítása érdekében. Ezek a változások a kisgyermekes családokat és az időseket érintik majd, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának két államtitkára. Kiszélesítik a gyedextrát, emelik a gyermekekkel foglalkozók bérét, valamint a 65 év felettiek általános biztonságáról is gondoskodnak majd a jövőben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén 8 iskola csatlakozott a Mézes reggeli programhoz. Az európai kezdeményezés lényege, hogy az egészséges táplálkozást népszerűsítse az általános iskolás gyerekek körében, és megismertesse velük a mézkészítés és a méhészet alapjait. A rendezvényen elhangzott, hogy ez évben mind a méz minőségével, mind a mennyiségével elégedettek lehetnek a méhészek. Több mint 150 ezer eurós közös Európai Uniós pályázatot ad be 4 ország, 4 városa Nyíregyháza vezetésével. A kulturális együttműködés a 150 éves közép-európai polgár elnevezést kapta, utalva ezzel a 4 település közös múltjára és kultúrájára. A programban Nyíregyháza mellett a szlovákiai Eperjes, a romániai Nagybánya és a lengyel Bielsko Biala vesz részt. A Kölcsei Televízió iradóját látták pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd önöket. Híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. Szombaton egy frontzóna helyeződik a Kárpát-medence fölé, többnyire nagy nedvesség tartalmú, egyre hidegebb levegő érkezik majd. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, eső többfelé várható, a csapadék mennyisége területi átlagban 10 és 20 mm között valószínű, mérsékeltebb délnyugati szél is várható, reggelre pedig általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben, szombat estig erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső várható, napközben azonban több órás szünet is lehet a csapadék hullásban, az északi szél pedig mérsékelt erősségű lesz. Délutánra 6 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap délután északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen várható eső zápor, északnyugaton, illetve a hegyekben havas eső is lehet már. A következő napokban erősen felhős és napos időszakok váltják egymást, helyenként előfordul eső, havas eső, néhol hószálingózás is. A többnyire fagyos hajnalokat az ilyenkor szokásosnál hidegebb nappalok követik.